Tanulók készítették, akik az oktatási intézmény 2004-ben alakult rajzszakkörében fejlesztik a tudásukat. Ennek a szaktanteremnek, ami létrejött, az értékét az adja meg, hogy minden munka tanulótól származik. Nem hiszem, hogy nagyon sok iskola lenne Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ahol egy szaktantermet csak tanuló munkákból tudnak előállítani. Szerettem volna megmutatni, hogy mennyi érték van ebben az iskolában, és hogy a gyerekek tanári irányítás mellett ugyan óriási erőfeszítések árán olyan értéket hoztak létre, ami pénzben nem fejezhető ki. A munkákat háromtagú zsűri bírálta el, az értékelés alapjául a történelmi hűség és a technikai kivitelezés színvonala szolgált. A helyezettek oklevélben és a Szerencsi Szakképzésért Alapítvány jóvoltából pénzjutalomban részesültek. Reménykedtem benne, hogy kapok díjat. Már az is nagy élmény volt, hogy a rajzomat Szerencsi Naptárban megjelentették, és örültem igen ennek a díjnak. Már tavaly is sok pályázaton részt vettünk, közt egy európai pályázaton az éven is, és hát a Bocska István gimnázium megkérdeztette ezt a rajzpályázatot, és úgy gondoltuk, hogy a rajzainkkal, amit készítünk, méltó termet is avathatunk majd a későbbiek folyamán Bocskai emlékére. Az ünnepi alkalmon a 12/1 osztály tanulói adtak színvonalas műsort, az esemény jelentőségét Atanaszov Vilmos igazgató és Hajdú Józsefné, a polgármesteri hivatal osztályvezetője méltatta. A rendezvényen elhangzott: az új szaktanterem méltó módon hirdeti az ifjúság múltba gyökerező, jövőbe látó hazaszeretetét.